Nemzeti Együttműködési Alap, azaz a civil önszerveződések működését, a nemzeti összetartozást, valamint a civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató központi költségvetési előirányzat. A NEA-n belül most működési támogatásra pályázhatnak a civilek, mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum nyíregyházi rendezvényén az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Most került kiírásra az a pályázat, aminek az elsődleges célja azoknak a civil szervezeteknek a segítése, amelyek alapvetően kisebb civil szervezetek. Ugye Magyarországon van összesen körülbelül 60 000-55 000 civil szervezet, tehát elég nagy mennyiségben. Ezeknek a Nemzeti Együttműködési Alap egy olyan pályázat, amely most a működési kiírása jelent meg, tehát arra biztosít forrást, hogy a működésre lehessen pályázni. Ez december közepén jelent meg, január közepéig lehet a megszokott módon 5 kollégiumban pályázni 100 000 és 3 millió forint közötti összegre. A helyettes államtitkár hozzátette, a civilek adminisztrációs terhei csökkennek majd. Az eddigi nyilvántartásba vételi szabályok és változásbejegyzési szabályok, azaz a bíróság felé hogy kell eljárni, hogy kell egy civil szervezetet, egyesületet, alapítást nyilvántartásba venni, hogy kell módosítani ezeket az adatokat. Itt számos visszajelzés volt, hogy ez lassú, körülményes sokszor, ezért a mostani módosítás, amit a parlament elfogadott, jövő évtől jelentős mértékben egyszerűsít a jogszabályokon, azaz azt jelenti, hogy ezek az adminisztrációs kötelezettségek, amik a civil szervezeteknek nem az alaptevékenység, hanem egyfajta bíróság felé való kötelezettség, kevesebb idővel, kevesebb energiával, reményeink szerint kevesebb pénzzel lesz megoldható. A rendezvényen a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a települési és megyei önkormányzatoknak is fontos partnerei a civil szervezetek. Sokkal olcsóbban, hatékonyabban és olyanfajta szolgáltatások tekintetében is el tudnak látni akár önkormányzati feladatokat is, amit az önkormányzatok vagy más állami szervezetek nem tudnak ellátni. Sokkal közelebb vannak a civil szervezetek az emberek igényeihez, mindennapi szükségleteihez. Önkéntes munkát is be tudnak vonni a tevékenységükbe, tehát ilyen szempontból nagyon fontos számunkra, önkormányzatok számára a civil szervezeti partnerség. A rendezvényen elhangzott, hazánkban közel 60 000 civil szervezet van bejelentve, ennek a 60-70%-a aktív. A NEA-s pályázatokra azonban még ennél is kevesebben, összesen körülbelül 15-16 000 szervezet pályázik.